köszöntöm a megjelenteket. Mai nap a közülésünkre kerül sor, és átadnám a szót Winkler Károly elnök úrnak. Köszönöm szépen. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Hát nem tudom, hogy most a hölgyeket tegezhetem, a férfiak idősebb, akikkal nincsenek nálam, kívül a Miklós bácsi egy pár évvel. De nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek, és én úgy gondolom, hogy ez azt tükrözi, hogy fontosnak tartjátok az ipartestületet, fontosnak tartjátok azt a szervezetet, aminek a tagjai vagytok. Én mernék egy olyan bátor kérdést tőletek, hogy azért a indulásnak, vagy az iparos nótát el kellene, én kéne kell. Ugye ezt azért gyakorolni kell, kedves Domonkos úr. Énekeljük el, hát végül is, hát mi vagyunk az iparosok, hát most miért nem? Pálinka van hozzá. Hát hozzak a pálinkát is, mert az is hozzá tartozna, de hát azért, hogy most a bálba is megtanuljuk, vagy ha valahol vagyunk, akkor ez mégis a mi énekünk, és úgy gondolom, hogy ennek így kellene kezdődni, hogyha egyet értetek vele természetesen. A hölgyeknek kellene kezdeni de elsősorban, mert mi férfiak bátranokat vagyunk. Az a mentes iparos, aki mindig italos, és sohasem részeg. A munkahelyen összevág, hogy csapot, papot, a kocsmában veri el az egész napot. Az a mentes iparos, aki mindig italos, és sohasem részeg. A munkahelyen összevág, hogy csapot, papot, a kocsmában veri el az egész napot. Az a rendes iparos, aki mindig italos, és sohasem részeg. Hát itt sokkal is jelent is egy közülésnek, amit egy év egyszer tartunk, mert abba dönteni kell, hogy ebbe az esztendőben jól működtünk-e, tevékenykedtünk, tettünk-e valamit a tagságunkért. A pénzeinkre vigyáztunk, gyűjtöttünk, gyarapodott, vagy kevésbé gyarapodott. Ezeket a dolgokat a mai nap kell, hogy megbeszéljük, hiszen túl sokszor nem tudunk találkozni egy esztendőben. De azért mégis vannak fontos lépések, amiket tettünk 2011-ben. Be voltak tervezve, hogy ezek meglegyenek, voltak tervek, amik szintén kellett volna, hogy megvalósuljon, de nem minden sikerült embernek egy esztendőben. Kezdeném talán a év elejével, amikor azt mondjuk rá, hogy az első mozzanatok közé tartozik az előző esztendőnek, a karácsonyi ünnepségnek a kiértékelése, akik részt vettek rajta, hogy milyen örömmel dolgoztak, mennyire szeretettel csinálták ezt a munkát, és legalábbis még idáig mindig az volt, hogy a következő esztendőben is részt szeretnénk venni, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan jöttek a mi standunkhoz, szeretik a mi forradborunkat, szeretik a mi kiszolgálásunkat. Ez szintén azt jelenti a részünkre, hogy valamennyi tisztelet azért élvezi a libaros társakat itt Moson-Magyaróváron, meg a vidéken természetesen szintén. Ebben az esztendőből ugyanúgy meg szeretnénk ezt valósítani. A holnapi nap folyamán tesszük ki a faházat. Az a kérésem, hogy aki tud segíteni, hogy földíszíteni, vagy valamilyen gondolata van, hogy azt mondja Laci, hogy neki van egy kis zacskó gesztenyéje, hogy ki akarja vinni, és akkor meg akarja sütni majd, ha odaérünk. Hasonló gondolatokkal, hogyha valakinek valamilyen van oda, haza is azt mondja rá, hogy kihozza ezekre a napokra, akkor én úgy gondolom, hogy egy picivel pluszor tettünk ahhoz, hogy a mi standunk, a mi faházunk, mi, mint iparosok, többet adjunk az embereknek, akik ott a Magyar utcán megjelennek, mint bárki más. Egy kicsit kitérőbe ebben a dologgal kapcsolatosan, biztos, hogy sokan tudjátok, hogy én közbe-közbe Kínába is kijárok, és hát az idén elvittem a középső fiamat, mert még az egyszer se volt. Megmutattam neki, hogy hol szállra repülő, hol kell vonatra, szállodákba, gyárakba, tehát hogy kell tárgyalni, miket lehet látni. Ugye hazajövünk, azt kérdezik itthon, hogy hát mit vásároltuk, mi az a nagy üzlet?
hozunk bele különböző építő anyagokat, szerszámokat, tehát mégis mi volt az, ami igazából? Hát mondom nekik, vettünk egy dínót. Erre ugyan a fiam beszéltem, mert én 2 évvel ezelőtt is láttam ezt a kérdezős fedélzetet, ami nekem annyira sokat nem mond, mert ugye majd én még a Piroska és a Farkasnál tartok, vagy azokat a meséket szoktam annak idején nézni, de a mai gyerekek ezeket már szerintem elfelejtették egy részét, tehát ma ezek a különleges állatok, ezek keltik fel a figyelmét, és azt mondja a Karesz fiam, hogy apa, vegyük meg ezt a dinót. Ez azért nem egy 2 forintos szerkezet, ilyen gumiból, műanyagból, tehát ilyen elasztikus anyagból van, aminek mozog a farka, aztán mozog a szája, ne értsetek félre, mozog a szája neki, beszél, rá lehet ülni kisgyereknek, meg még meg is. Hát én úgy gondolom, hogy szintén olyan dolgot szeretnénk behozni, ami másnak nincsen. Mert most csempéje van, kalapácsa, fogója, más egyéb cserepe, téglája, cemente, mindenkinek van, mindenkinek van. De ha elmegyünk egy kiállításra, vagy a Moson-Magyaróvári telepre, kijönnek mondjuk a gyerekek, akkor azt mondják rá, én erre rá szeretnék ülni. Most bízom benne, hogy 1 év múlva ki tudjuk vinni a Magyar utcára szintén ezt a dinót, amivel bízom benne megint csak, hogy az iparosoknak a standjánál ott tolongani fognak a gyerekek az anyukával, a lapukával, hogy már pedig menjünk oda, mert ilyen aztán másnak szintén nincsen. De az iparosok, ez nem az enyém, hanem azt mondtam rá, hogy akkor az iparosoké, az annak a hétvétbe, tehát ahhoz kapcsolódjanak a gyerekek, hogy kapták azt a dolgot az iparosok faházánál, amit sehol máshol nem tudnak megkapni. Tehát hasonló, hogyha ettől apró gondolatok is vannak, vagy kis gondolatok, akkor az a kérdésem felétek, hogy ezeket tegyétek meg, és akkor hozzátok el. Ha most ez fa darabok, amiből egy picit össze lehet rakni valamit, ami valahol hulladék, vagy gyöngyöt lehet belőle fűzni, vagy bármilyen dolog, hiszen sok szakmájú iparostárs van itt, aki ezeket mind meg tudja tenni, de ha holnap után mondjuk éppen meg kell fodrászkodni, ott egy kékre szeretné festeni valaki a haját, és ilyen mindenféle különlegeset, akkor lehet, hogy azt is meg kell tenni. Ez lesz az idei karácsonyunknak a fontos része, és akkor folytatnám a 2011-es esztendőnek az elejével, februárral, ahol egy iparos bálon vettünk részt a Künegyárban. Aki el volt bizon benne, hogy jól érezte magát, és emlékezetes iparos bált szoktunk tartani, mert hát ha ott vannak azért a vendégek még ilyen 3 órakor a többsége, akkor biztos, hogy annak jónak kell lenni. Ha reggel 5 órakor mentek haza, annak meg már elég a baja, mert másnapra biztos, hogy elfáradt, de azért maradok ott 5 óráig, mert jól érzem magamat. Bízom benne, hogy akik ott voltak, nem csak azért az iparos bálért volt emlékezetes, hiszen az iparos bálon adjuk ki az iparos díjakat is, akik ezt megnyerték, és ebbe én úgy gondolom, hogy jeleskedünk itt a környékbe, mert lehet, hogy még az országban sincsen iparos díj, amit alapítottak, és azok az iparosok, akik ezt megpályázzák és elnyerik, bízom benne, hogy egy örök emlék maradt részükre, és egy igazi elismerés, amit a munkájukért, az iparosoknak a munkájáért, a hétköznapos kétkezi munkájáért kapják, amiket bízom benne, hogy örökre megőriznek, és átadják azt a jó munkát, azt a kis plakátot, amit kapnak, azt a kis vázát, azt a herendi vázát, azt a piramist, amit közösen alapítottunk ebben a díjba, ez most már biztos, hogy sokszor elmondtuk, a Tudni Takarék Szövetkezet és a Kisalföld Lajtakon Petrofesz újság vezetőjével. Ebből a díjból 2 Pecsei Zoltán, itt is van, egy pici Zoli, légy szíves, álljál föl, Kisbodakról. Szitás Tamás Halásziból, a szoros mesterünk.
akiknél el is voltunk, tehát minden alkalommal ezek a díjak azért, amikor átadjuk őket, akkor elmegyünk hozzájuk, elmenjünk előtte, megkérdezzük a polgármestert, megkérdezzük a környezetét, hogy mit szólnak hozzá, mert ezek a díjak nem csak egészen a szakma tudásáról van szó, hanem hogy illeszkedik bele abba a környezetbe, abba a faluba, abba a településbe, ahol él, számíthatnak-e rá a közösségek, számíthat rá a polgármester, tehát több összetevője van a díjak elnyerésével. Egy picit a tésztát Pista, hagyjuk későbbiekre. Tehát megkérdezzük a környezetét, hogy mit szólnak hozzá, és ezek alapján döntjük el ezeket a díjakat. Bízom benne, hogy az elmúlt 6 esztendőnek a díjazottjai azok megállták azóta is a helyüket a piacon, azóta tisztességes munkát végeznek, és bízom benne, hogy ez a díj kötelezi is őket, hogy a következő években, évtizedekben ugyanezt tegyék. Adják át tanulóiknak, hiszen Szitás Tamás iparos kollégánk, Tamás hány tanulót neveltél már ki a kezed alól, annak ellenére, hogy fiatal ember? Hogy? Tehát szám szerint is azt tudja mondani, hogy sokat, mert régebben volt, amikor 20-30 tanuló is volt. A Tamásnak most azóta kevesebb, de azért azt mindegyik tudja, hogy ezeket a tanulókat nem olyan könnyű megtanítani a szakmára. Nem olyan könnyű megszeretetni velük, hogy szeressen azt a munkát, amit elvállaltak, amit végeznek, ha ez fából, ha téglából, ha vasból, ha bármi másból áll. De hiszen a szomszédjaink abból élnek, hogy itt akik jó mesteremberek lettek és kiképeztük őket, azokkal építjük a szomszédoknak a házait, meg azoknak rendezzük a kertjeit, meg a szőleit, meg sok minden mást. Tehát ha nem lennének jó szakemberek itthol, akkor ott se tudnánk helyt állni, és úgy gondolom, hogy elsősorban a magyar szakemberekért ragaszkodnak oda ki. A szakácsokról nem is beszélek, igaz, Zoli? Ezután következett, amik voltak az életünkben, el voltunk kirándulni Komáromba, én tudom, hogy akik részt vettek benne, azokkal jól érezték magukat, és bizony benne, hogy emlékezetes volt. Egy picit meleg volt az a nap, de érdemes volt megnézni ezeket a régi bunkereket, ezeket a régi laktanya épületeit, amit én magam sem láttam, csak kívülről, de kívülről csak ilyen föld tombokat lehet látni, és oda, aki nem volt el, azt mondom rá, hogy tegye meg, vigye el a gyerekeit, vigye el az unokáit, vigye el a családját, mert közel van, és nagyon szép dolgot lát. Ugyan ütközben is volt egy kellemes meglepetésünk, mert gönnyűn valahol meg kell állni, inni, hát az iparosok azért mégsem lehetnek a nevét, hogy végig szomorozzák az utat. Ebbe a vendéglőbe, hogyha aki el volt, észrevette, hogy az a két hölgy, de bement, viszont 60 ember két buszra való, de még lehet, hogy többen is voltunk. Semmi pánik nélkül, semmi udvariatlanság nélkül kiszolgáltak bennünket végtelen udvariassan, végtelen gyorsan. Ezt a kis vendéglőt, hogy hogyan lekezeltek. Tehát a mai napig is emlegetem, hogy le a kalappal előttek. Nem azt mondták rá, úristen, mit csinálják ebben a 60-70 emberrel, hanem szóval jöjjenek. Azon nyomban ki tudom magukat szolgálni, egy picit várnak, egy kicsit kedvesek voltak. Már nagyon fontos, tehát nem azt mondja rá, minek jöttek ilyen sokan, vagy várjanak a sorukra, hanem mindenkinek volt egy kedves szava is, és gyorsan kiszolgáltak bennünket. A nyár folyamán volt egy rendezvény az ipartestületnek a Csónakháznál, Dunaparton vagy az Itatónál. Én azon már késve érkeztem ide, ebből kevesebbet tudok, de már biztos, hogy az iparos társadalmat azért mondanak, hogy a kedves Zoli is volt többet. De úgy gondolom, hogy az előző évben, tehát 2010-ben is volt már, hogy ezért megrendeztem 2011-ben, mert jól sikerült az iparos társaink. Az, amit főztek a kedves iparosaink,
azok a finomságok azok elfogytak, akkor azt jelenti, hogy jó volt a rendezvény, finomakra főztünk, és szintén jó volt együtt lenni. Van, ami elmaradt. Tehát beszéltünk arról annak idején, hogy a székháznak a bővítése, a visszafoglalása, vagy a visszaadása, ez most elmaradt idei esztendőben is, mint vagy az elmúlt évtizedekben. Annyit haladtunk előbbre, hogy ugye a hátsó épület azért az már a mi tulajdonunkban van, ami nálunk van a kulcs. Ebben szeretnélek is benneteket megkérdezni, mert ugye valamire hasznosítani kellene ezt az épületet, ez egy kis garzon lakásnak felel meg. Most az elnökségnek a döntése úgy az született, hogy ki kellenénk adni albérletnek. Tehát ne legyen ott, mert ha nincs egy ajtó, egy épület használni, egy ablak kinyitva, akkor az csak pepenészesedik tönkre, meg hát ha hoz egy pár forintot ez az épület is, és akkor ha egyet értetek vele, és a közgyűlés elfogadja, akkor ezt ki szeretnénk adni. A magának a régi épületnek a bővítésének a dolgai, azok előzetes tervek vannak. Ennek a költségvetése körülbelül 10 millió forintba kerül, ami azért elég tetemes összeg. És úgy vagyunk vele, mint a saját vállalkozásunknál, hogy most ebben a pillanatban bővítsünk, vágjunk bele egy beruházásba, amikor a gazdasági helyzet nem lenne igazából a legjobb, vagy várjunk vele. Hát a többsége úgy döntött az elnökségnek, hogy várjuk vele. De remélem, hogy egyszer elő vagyunk, hogy ezek elkészül. Aztán volt egy nyugdíjas találkozón, mert azok a nyugdíjasok szépen el szoktak jönni, majd ha egyszer mi is fiatalabbak, ugye már én is ott kopogok a tipuszörön, azok azért jobban ráérnek, és egy jót vacsoráztunk, egy jót énekeltünk, és bizonyosan, hogy az a vágya a fiatalabb mesterembereknek is, hogy egyszer ne csak a sok munkát, ne csak a sok gondot vegye fel egy-egy nap, hanem azért legyen egy kis ünnep is. Hiszen ha valaki ledolgozott egy 40-45 esztendőt, akkor legyen neki egy kis pihenője. Hát úgy gondolom, hogy a sűrű hétköznapokban mindenki vágyik arra, hogy valamennyire ritkábbak legyenek, mert ne kelljen annyira sietni. Azt mondjuk, szeretnék találkozni azokkal, akikkel régen együtt dolgoztam, elmondani, hogy mik történtek az életünkben, hiszen azt mondják, hogy az idősebbek arra emlékeznek, amik fiatalkorban voltak legjobban, tehát azokat meg jó elővenni. Pénzügyi helyzetünk. Stabilnak mondható, vagy merem mondani, hogy stabil, tehát a tagdíjakat mindenki tisztességgel befizeti. Szeretném jelenteni azt, hogy a takarék szövetkezetben lekötött betétképpen van 2 millió forintunk, ami engemet azért hozhat, hogy ez a 2 millió forint akkor is az volt, amikor már ez az elnökség, meg én is, lassan 8 éve nem gyarapodott. Tehát ezért valamennyire megint torgáltam magamat belülről, hogy azt mondtam rá, ilyen nincsen. Most vetődött föl az egyik gyűlésünkön az a gondolat, hogy hát tegyünk 10.000 forintot minden hónapban ez a 2 millió forinthoz. Hát olyan, mint amikor feladjuk a villanyszámlát, a fűtésszámlát, amit ki kell fizetni, és akkor ezt a 10.000 forintot is szintén. Azt mondjuk, hogy a 10.000 forintomnak mindig kell lenni, minden hónapban, bármilyen nehéz lehet. De ez egy évben már 120 kamataival együtt lehet, hogy 130.000. Ha eltelik 10 év, az 1.300.000-1.400.000 forint. Most meg már eltelt 8 év, ez a pénz, én ezt elsősorban magamra veszem, hogy ez nem jutott ez a gondolat eszünkbe először, hogy ez már ott kellene, hogy legyen a számlánkon. Mert az a jó, hogyha van egy kis tartaléka minden vállalkozásnak, hogy ugyanúgy az iparterületnek szintén. Azt is kell mondanom, hogy ezen kívül gazdagok vagyunk, mert van 5 millió forintunk is, vagy volt, tehát amit a Moson-Magyarovár polgármesteri hivatalnak a testülete megszavazott, hogy a iparosok részére, akik pályáznak valamilyen
eszközre, munkákra, azok részére adjuk ezt segítségül, olyan formában, hogy ezt egy bizottság döntse el, tehát írásba kell igényelni ezt a pénzt, és minél több iparosnak ítéljük oda. Ebben van valamennyi dilemma, hogy ezt a pénzt most odaadjuk örökre, tehát ha valaki mondjuk ebből 500 000 forintra pályázik, hogy akkor tudjuk adni 10 iparosnak. Vagyunk 210, hogy akkor 10 kapott, a másik 200 nem. Ebből fölvetődik természetes, hogy miért ad a 10 kapott. Miért nem a másik? Meg is vádolhatnak bárkit ebbe a kérdésbe, hogy most nekem sokkal jobban szükségem lett volna, vagy a másiknak még jobban. A harmadikat miért nem vettük észre, hiszen hát bajban van. Hogy ami az első kikötés az, hogy pályázni kell valamilyen pályázati lehetőséget. De nem mindenki tud, mert a kereskedők ugye nem tudnak pályázni, akinek éppen nincsen olyan lendülete vagy másik forrása is, vagy ereje, hogy pályázni, szintén nem pályázik, tehát nem tud mindenki a 210-es iparosból. Ezért úgy gondoltuk, és az lett a döntés, mert a polgármesteri hivatalról az szerették volna, hogy ezt az pénzt adjuk oda örökre. De akkor 10 iparos jól járt volna, a másik 200 lehet, hogy nehezebb, vagy 180 vagy 150. Úgy döntöttünk, hogy ezt a pénzt, tehát aki pályázik, odaadjuk egy évre kamatmentesen. Ezt szintén a közülésnek kell eldönteni, hogy most melyiket válassza a kettő közül, melyik az a szerencséssel dolog. Én gondolatom szerint azt mondom már, ez sokkal több iparos társunkat tudunk segíteni. Ha valaki kap 200 ezeret, 300-at, 500-at, 800-at, 1 millió forintot, az lehet, hogy abban a pillanatban segítség. Az is segítség neki, hogy nem a bankba kell menni és azt mondani a bankba, hogy most vigyen tulajdonjogilapot, vigyen igazolást, vigyen a nagymamának a házát, tegye rá, és eltelik 3 hónap, amire mondjuk megkapja ezt az 500 ezer forintot. Itt meg aránylag rugalmasan, gyorsan tudunk benne dönteni, és azt tudjuk rá mondani, hogy ha valamit meg szeretne venni, hogy itt a pénz ennyivel tudjuk segíteni, de ezt egy év alatt vissza kell törleszteni. És a következő éven szintén tudunk másik 5-10-15 vagy 20 iparosnak az a kérdés, hogy megkorálkozott az összegek, szintén tudunk adni pénzt. Én ezt a formát igazságosabbnak tartom, mint ha azt mondjuk rá valakinek odaítéljük, hogy azt mondjuk rá, hogy kap 1 millió forintot, kapsz 500 ezer forintot. A mai helyzetben sokkal jobb, hogyha több iparosunkon segítünk, mint ha egy-kettőnek van szerencséje. Hiszen a lottónál is mindig azt mondjuk rá, hogy hát a csuda vigyel, ezt a 2 milliárdot nem lehetett volna osztani, egy picit több felé, több négyes lett volna, vagy a hármasok között, és akkor hány boldog ember lenne? Mert meg van 10 millióval egyetlen boldog ember. Aki még a pályázati pénzből szeretne részesedni, annak még van lehetősége, még megközelítőleg van 700-801 millió forint, mert vannak itt jelentkezők, akiknek még nincsen teljesen eldöntve, hogy mennyit kaptak, tehát megközelítőleg 700 és 1 millió forint közötti összegünk van, amiben tudunk segíteni. Azt szeretnénk, hogyha ezek azért a következő egy-két hétben megvalósulnának, hát ha van köztetek, most köztünk, vagy a ismerőseink között olyan iparos ember, akinek éppen szüksége van pár száz ezer forintra, és nagyon kihúzná őt a bajból, hogy segítene rajta, mert éppen nem úgy jöttek össze a munkái neki, éppen valamit meg akart venni, vagy a műhely bérleti díját ki a fizeti neki, vagy a fűtés, vagy a világítás sokkal több pénzbe kerül, mint amennyire gondolt. Ebben egy picit rugalmasak vagyunk, mert most pályázni tudom már ezekben az utolsó hetekben nem lehet annyira, hogy most egy országos pályázatról részt vegyen valaki, de ezeket én úgy gondolom, hogy tiszta szívvel megvizsgáljuk, és szeretnénk rajta azokon a mesterembereket segíteni, akik erre szükségek.
Talán ennyit szeretnék elmondani bevezetőnek, beszámolónak. Az a kérdésem, hogy akinek van hozzászólása, azt tegye meg. Van-e valami tennivalónk még ettől több a jövő esztendőre? Mondjátok meg, hogy mi az, amit el szeretne iparosság érni. Tudom, hogy vannak olyanok, hogy jogainknak kellene, hogy legyenek. Jogosítványok kellene, hogy legyenek. Egyelőre nem azok a régiek, mint akik régebben nem emlékeznek, vagy azt mondták rá, hogy az iparos engedélyt akkor kapott valaki, hogyha az ipartestület hozzájárul. De nem is biztos, hogy ez a fő cél. Úgyhogy fontosság az, hogy itt egy iparos családban legyünk. Ha egy hatóság, vagy bárki, a hivatal hozzáér valakihez, igazságtalannak érzi, úgy gondolom, van egy szervezet, ahova lehet fordulni. És nem mindegy, hogy én egyedül, mint Pinkler Károly reklamálok valahol, vagy egy ipartestület képvisel engem ennél meg ennél a szervezetnél. Tehát én bízom benne, hogy ha többet nem is tudunk adni most az iparosok részére. De ezek mindenkor megvannak, és bármikor forduljatok hozzánk, az a kérdésem, hogyha ilyen panaszaitok, vagy ilyen sérelmek érték az iparos társaikat. Még egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, mert láttátok az újságban úgyis, hogy ipartestületi titkárt keresünk, hiszen a Ravanics Pista kollégánk, aki már régóta itt dolgozik a ipartestületben, lehet, hogy sokkal többen ismeritek, mint bármelyikünket, és sokat tett az ipartestületért. De úgy, ahogy telik az idő, mindegyikünk felett egy picit a fiataloknak is, vagy az újaknak is helyt kell adni, és azt mondjuk rá, hogy átmenetben nyilvánvaló kell, hogy a Pistára segítsen nekünk, mert biztos, hogy segíteni is fog. Szeretnénk valakit fölvenni. Vannak már jelentkezők, de hogyha ti is tudtok olyat, akit alkalmasnak tartottok el és megszólított benneteket, az nem azt jelenti, hogy ő neki elsőbsége van, meg az lesz a legjobb. Mert már eddig is sok jelentkező van, nehéz lesz kiválasztani, de még ő a feltételeket, amire vállalkozni kell, azt még nem tudja, nem ismertettük vele. Nyilvánvaló, hogy az új ipartestületi titkár, annak már gazdasági tevékenységet is kell végezni, ahogy az ipartestületünket föl tudjuk tartani. Bizonyos mértékig ugyanúgy, mint minden vállalkozásnak valamennyire a pénz is az alapja, tehát az ipartestületnek is az erejét, a tőkét növelni kell. Nem akarok most itt búcsúszót mondani, kedves Pista, hogy ma, mert most valójában még nem búcsúztunk el tőle, csak tudjatok róla, meg aki nem olvasta az újságban, azért az tudja, hogy a Pista most már egy esztendeje már nyugdíjasként segítkezik, meg hát a következő időszakban is még természetesen átmenetnek, de azért attól függetlenül akkor is köszönjük azért a munkáját neki, és bízom benne, hogy ha majd igazából nyugdíjba megy, akkor egy ünnepséget is fogunk átadni természetesen. Ugye a mai nyugdíjasoknál nehéz eldönteni, amikor 60 éves, akkor megy nyugdíjba, vagy amikor valójában elmegy a munkájára. De többségében inkább a mások. Ne legyen megsértve, ne legyen az, hogy most akkor holnaptól kezdve én a más ember vagyok, nem marad ugyanaz, és a végén. Vannak országos dolgaink is, amire majd Hanc István országos elnök helyettes fog nekünk választ adni. Tisztelettel köszöntjük itt körünkben. Gratulálunk ahhoz, hogy őt választották meg Kőr-Sopron megyéből. Köpa mondva, ugye van az IPOSZ főtitkára, aki Torok-Esztergom megyéből van. Eldön. És akkor két elnök helyettes van. Egy Nyíregyháza, Budapest, és Győr-Sopron megyéből Hanc István. Hanc István a győri ipartestületnek az elnöke, a városi ipartestületnek az elnöke. Megkérném őt, hogy egy pár gondolatot az országos ügyekről, a tennivalókról,
apró gondokról is, minden összes gondot nem mondd el, hanem álmodj éppen, inkább legyünk vidámak, tehát nem kell, majd már jövőre. Most már az idejében ez mindenképpen jó kell, hogy zárulja, most vannak az ünnepek, tehát mindenkitől azt kérem, hogy arra készüljön, most már a gondokat felejtsük el, azok úgyis meg fognak oldódni. Férfiak a karácsonyfánál türelmesek legyenek, amikor a feleségük megszólja őket, hogy milyen fát hoztatok haza, tavalyi szebb volt. Ilyenkor tegyük lakatot a szánkra, és fogadjuk el, aztán akkor vagy fúrjunk az oldalába, vagy menjünk másik karácsonyfát nézni. De én úgy gondolom, hogy természetesen a hölgyek meg a feleségek azt szeretnék, hogyha minél szebb legyen az ünnep, minél szebb legyen az a karácsony, és az a fa úgy nézzen ki, mint a legszebb fa, amilyen senki másnak nincsen. Köszönöm szépen! Nem kap felnök úr, hogyha ide jövök. Először is nagyon szépen köszönöm a gratulációt, tisztelt elnök úr, hölgyeim, uraim. Ez év május 24-én az IKOSZ-nál tisztújítás volt, és azon megtisztelésért, hogy az IKOSZ alelnökévé választottak. Az elnök úr felhívta a figyelmet, hogy rosszul ne szóljak, de mikor úgy mondom fölkerültem Budapestre, ugye vidékiessen, fölmegyünk Budapestre, egy kicsit más szemüvegen keresztül néztem az IKOSZ-t. 30 napi ténykedésem után írtam egy feljegyzést, utána 15 napjára az országos elnöknek, és augusztus 2-án pedig egy összegző jelentést írtam, amelyikben leírtam, hogy így nem mehet, az országos elnök nem látja a feladatát úgy, ahogy kellene, valamint az előző vezetés oda jutatta az IKOSZ-t, ahová jutott. Kemény szavak, tudom, engem annál keményebben bíráltak az elnök úr és az alelnök társai, de ma is onnét jövök, Budapestről, testületi ülés volt, ahol arra akartak dönteni, adjuk el hévízidülőnket, Balatonfüredet és Mátra Szent István. Majd utána a székház. Amit mondtam, hogy és ki odahaza. És így gondolkodtok? A vállalkozásotokban? Támadnak elég jól, ahol lehet leszavaznak, egyedül maradok, de nem adom fel. Én Győrmoson Sopron megyéből, Győrből, mely taglétszám az ipartestületnek 1000 fő körüli, több mint Budapesté, és a megyé, hála Istennek Moson-Magyarországgal együtt 2300 főt meghaladja, több a laktaglétszámunk, mint a megyei kamaráink. Ilyen nincs az országban sehol. Büszke vagyok rá, gratulálok Moson-Magyarország ipartestület elnökének, elnökségének, tagságának is, mert ilyen eredményes beszámolóról kevesen tudnak tanúbizonságot adni. Lehet, hogy kicsinek tűnik, de a szervezet él, működik, és annyit költ el, amennyit megtermel. És nem úgy, mint az IKOSZ. Hogy azért akar 60 millió forint hitelt felvenni, és tisztelt elnök úr, majd neked is erre kell szavaznod, hogy az elnök meg az alelnökök mutogassák magukat, megfelelő különböző utazásaikat biztosítsák, és még a székház jelzálogban megterelését is megcsinálják. Hát el tudják kérdeni, hogy mit mondtam. Mondtam nekik, hogy mindegyül a saját vagyonába fele, arra föl lehet venni hitelt, de az IKOSZ-ra nem. El tudják kérdeni, hogy mi történt. Érdekes. Hadd tudják meg, hogy Dunántúlon más a gondolkodásmód, mint a fővárosban, meg keleten. Meg bizonyos
olyan emberek, akik idáig el voltak szépen, elhitték azt, hogy kapnak különböző támogatásokat, és nem úgy, mint az ipartestület elnök, amelyik azt mondta, hogy 2 millió forintunk van, és önmagát kárhoztatja, hogy miért nem több minden évben, miért nem fektették be, miért nem tettek hozzá havonta 10 000-et. Ilyen mondtam, júniusban nézzük át a költségvetést, mert a megyében úgy gondolkodnak, meg azoknál az egyszerű iparos vállalkozóknál is, amennyi a bevétel, annyit lehet elkölteni. Nincs bevétel, nem megyünk külföldre, akkor nincs ilyen költség, nincs olyan költség, akkor megáll. És igenis jó gazda módjára, vagy képesek vezetni a FIPOSZ-t, hogy mondjanak rá. Így megmondtam. Gondolkodjanak el azon, alkalmasak el a feladat ellátására. Hát, hogy a kézben megint mit kaptam. Elég jól pillanatják, mert tudok mosolyogni, ahogy Winkler úr is mondta, és a rosszat is el tudom mosolyogva mondani. Ezt csak azért mondom, hogy sajnos a legnagyobb gond az, én amiben látom, és itt is részben, higgyék el nekem, én közben valamelyik asszonytól megkérdeztem a Winkler úrnak, hány éves a családjai, a gyermekei. Tőlött megtörtént egy tisztújítás, és mikor augusztus 24-én felvetettem egy országos konferencián, hogy megújulás kellene, fiatalosítás kellene, akkor az elnök urak és az elnök asszonyok megtámadtak, és Hancúr úgy gondolod, hogy hazamegyek és bejelentem, hogy lemondok, mert öreg vagyok? Nem. Azt mondtam, megmondtam ott is, hanem jó értelemben. Meg kell találni azt az átmenetet. Nálunk is az ipartestület elnök asszonya 63 éves. De mellette ott vannak a 30 éves szakosztályelnökök, nem egy, nem kettő. Ott vannak a 40 évesek, az 50 évesek. És ez az átmenet kell, hogy megtörténjék, higgyék el. Az én családom idősebb, mint a Winkler úré. Család gyermekeim, látom saját magam. 30 felett vannak. Látom saját magam. Egy egészen más gondolkodásmódban vannak. És olyan ügyesen, racionálisan, és a valóságra épülten tudják felépíteni és szervezni az életüket. Én magam is háborgok, és mondom, és végezetül, amikor nem szokták mondani, megfordul bennem a egy-két nap. Rá kell jönnöm. Szentségben mondom, a gyereknek igazuk van. Nehéz elfogadni. De egyet tudomásul kell venni. A világ megváltozott. A világban olyan folyamatok mentek végbe, amit nem biztos, hogy mi már megértünk, és ezt magamat is beleértem. Mert ezek a fiatalok a számítógép zseni, még én pedig nap mint nap használom, és az a legelső, hogy így benyomom a számítógépet, még le kabátot sem veszem le magamról. Más a gondolkodásmódom. Más a gondolkodásmódunk, mint a gyermekeinké. És ahhoz, hogy ezek a szép célok, amit az elnök úr itt elmondott, és eredmények tovább menjenek, itt különben sokan vannak fiatalok, de ezt a fiatalságot gyarapítani kell, hozzák be a gyermekeiket. Én, ha lehet, a családtagjaim a gyermekeimet elviszem a rendezvényekre. És higgyék el, a legjobb kritikusaim a gyerekeim. Megmondják egy jelölőket, nem kimélnek. Figyelj, apu! Ezt miért kellett tudni? Hát mit gondolsz, hol élsz te? Azt mondják, hogy azt hiszed, hogy az ipartestedet mi fiatalok úgy tudjuk, mint te. Felejtsd el! Nekünk az ipartestület mit mond? És higgyék el, próbálják ki. Hát én is kipróbáltam egy-két iparosnak a gyermekénél. Fiatal ember, fiatalakra vagy hölgyem, mondja meg őszintén. Mi az ipartestület, hogyan van?
néztek rám. Magunkkal kell hozni azokra a rendezvényekre, programokra, hogy ismerje meg, tudja, ez a hatalmas, nagy tradícióval rendelkező szervezet, ezt azért is mondhatom, apám, nagyapám mindegyik mesterember volt, és tudom azt, hogy működtek az iparos körök. Tudom azt kölyökkoromban, mikor ott settenkedtem, akkor jöttek a kuncsaptok, hogyan beszéltek, vagy éppen vasárnap délután, mikor elmentek az iparos körbe. Hogyan volt a megszólításuk, hogy tisztelték őket. Igaz, hogy megváltozott a világ, de higgyék el. Lehet, hogy nem ez a tradicionális tisztelet van, de egyetlen egy az egésznek az alapja, amit csinálunk, precízen, jó profi módon. Legyen az vegyes kereskedés, legyen az cipőlapítás, legyen az egy pékség, vagy éppen egy építőanyag kereskedés, vagy sorolhatnám bármi. Profi módon. Mikor a Minden úr azt mondta, hogy gyönyörű az a két hölgy, közel 60 embert hogy szolgáltak itt? Mondhatom, ugye Karcsa, hogy profi módon. Profi módon kell önöknek is nap, mint nap. A nap minden percébe szolgálni, jó értelembe, terméket előállítani, és sorolhatnám a többieket. Én is ezt igyekszem tenni, Györök. Ezt azért mondom el, mert összességében el kell fogadnunk azt, nekem is mondják sokan, például Györök, megcsináltuk azt, hogy a belvárosi kereskedőket összefogtuk, hosszabbított nyitvatartást csinálunk, és nem akarják az Istennek sem megérteni a kereskedőt. Hát mit gondolsz, miért mennek az Árkádba, a plázába, meg a sorolhatnám többiekre, mert este 9-ig nyitva vannak. Te meg este 6-kor becsúsz. Csodálszó az, ha kiürült városba bejön valaki? Nem ember, hanem oda megy, ahol el tudja költeni a pénzét. Ha 4 óráig dolgozik, akkor 4 óra után, mikor harap valamit, és családjával el tud menni még este 9-ig. Hogy miért mondom? Megmondtam neki, túl jó a sorotok. Mert megengedhetjél magatokat, hogy 6-kor becsüljetek. Ugye mondanak mindent, végeztől rájöttek, most már azt csinálják. Ne vásárolók éjszakája, este 10-ig tartanak nyitva. Polgármester úrnál ott voltunk, és azt mondta, figyelj Pista, ha meg tudjátok szervezni, hogy szombaton a belváros élő marad, és este 6-ig nyitva vagytok, még kedvezményt is kaptok. Parkolásnál segítek. Itt van előttünk a dolog, csak le kell hajulni, meg kell fogni. És az Istennek se akarnak változtatni sok esetben, és nem akarják megérteni az időszavát, ha az a profi Árkád, metró, meg a többi rájött arra, hogy meddig kell nyitva tartani, akkor célszerű nekünk is. És azt szokták mondani, mi ugyanazon a fegyverekkel harcoljunk, mint a konkurencia, nem mondom a másikat. Igen, fel kell ismerni, meg kell tenni, és hadd mondjam azt, hogy ténylegesen egy dolog van. Ha ezeket megértjük, ha ezek felé megy a vikartestre, jönnek a fiatalok. A fiatalok már nem türelmesek, a fiatalokban kevés a tolerancia, őket egy érdekli, mert az a világ arra képezte ki, sikeres legyen. És annak érdekében mindent megtesz. Nem elég töprengeni. Elnézést kérek, ha néha a hét elkom, de higgyék el. És látom, például ha csak annyit mondok, nyertünk egy pályázatot, és beiskoláztunk 51, 20 éves is, 30 éves is, tehát 51 vállalkozó, számító képes tanulja 72 órára. Tudják meg, én soha ennyi szitkot nem kaptam, főhívta a telefonon, mit képzelsz te, ennyi év után beülök én az iskolapadba, majd én képezem magamat, én ezt nem lehet bírni. 2 hétig ment. 2 hét után elhalkolok a telefon, 72 óra letelt,
soha ennyi dicsérő e-mailt nem kaptam, mint a tanfolyam végeztél és a vízberedményes megtételével. Ketten megbuktak, az igaz. De a kettő is azt mondta, Kiska megérdemeltem. Mert a gyerekemtől nem kértem segítséget. Igen, nem kell szégyelleni. Ha kell, kérni kell segítséget a fiatalabbtól, a gyerektől, mert ő ebben profi. Ezt csak azért mondom, megtörtént, és egyúttal ezt azért hoztam elő, mert indul egy nagy pályázat. 288 millió forint értékben, úgy nézett ki, hogy megkörlik ez az egész pályázat. Átvettem az irányítást, fölmentettem a budapesti projektmenedzser, gazdasági felelős. Rendet csináltam magyarul. Átalakítottam a képzést, módosítottam a szerződést. Igaz, hogy kiküzdöttem magamnak azt, hogy csütörtökön már a ESZA kommandósok Győrbe landolnak, ellenőrzést kapok, de attól függetlenül az is megoldódik. Amiért mondom, a 31 képzést 15-re redukáltuk le. Lesz benne német, angol, nyelvtanfolyam 60 órás, 120 órás, és ez mind térítésmentes, ingyenes. Vállalkozó és alkalmazottja részt vehet, fuvarozóknak lesz a kötelező továbbképzés, értékesítés, környezetvédelem, szépészek, fodrászok, kozmetikusok, mestervizsga, továbbképzés, sminkes. Csak ezt azért mondom, ha úgy ítélik meg, lehet, hogy Móvár, bocsánat, hogy így mondom, Moson-Magyaróvár nem tud egy csoportot megszervezni, mert olyan nagy távolság, én is 20 perc alatt megtettem ezt a Győr Moson-Magyaróvári utat. 30 legyen, akkor biztos, hogy betartok. A profi boxnál majd megjelent. 30, azért mondom 30, mert akkor a 130 le van tartva, és mindenek alapján részt lehet venni. Javaslom, vegyenek részt, higgyék el, kell, szükséges. Ezt azért mondom, mert mindezek alapján, hogyha sikerül ismét újra elindítani magunkat, higgyék el, sokkal jobb lesz a fogadókészség. Sokkal hatékonyabb lesz maga a vállalkozásunk is. És ezt szeretnénk, ha csak annyit mondok, hogy Győrből ez idáig többen jelentkeztek, mint a Moson-Magyarországi Partesület létszáma. Összlétszám. Több mint két szám. De csináltam is propagandát, reklámot. Majd kis Alföldrégyben van a Dipartesület. Lehet, hogy nézték. Biztosítás kötés követ. Tehát ezt azért mondom, hogy összességében vannak lehetőségek, éljenek vele, és az idő nem túllépve. Zárom a gondolatomat, és ha mondhatom, javasolhatom, képezzék magukat, vegyenek részt ezeken a térítésmentes képzéseken, higgyék el, jó lesz minden értelemben a vállalkozásnak, önmagának az embernek, mert ezek alapján nagyobb az esély arra, hogy önmagunk megújuljunk, a vállalkozásunkba új elemeket tudunk belevinni, és eredményesebbek leszünk. Itt egyet látni kell, hogy ahhoz, hogy előbbre lépjünk, össze kell fognunk. Mindkerül az Ipartestület elnök egy nagyon jó partner a megyei szövetségben, egy meghatározó személyiség. Országosan is bízunk abba, hogy ezt az eredményességet tovább tudjuk folytatni. És a célom az, hogy ha egyszer felkerültem és megválasztottak az IPOSZAL elnökévét, akkor ne úgy kelljen távoznom, hogy na, megbuktam, adottam billet. Igaz, hogy felszólítottam már a ügyvédi elnökséget is, hogy mondjon le magammal egy jó magam is, mert valamilyen formában nagyon nehéz a győzködés fővezérekkel, de egyetlen egyet, ahogy Winkler úr mondta, és aztán a gondolatom is azzal zárnám, ha összefogunk, erősebbek leszünk az önkormányzatnál, hatóságnál, mert akkor nem Winkler Károly, mint vállalkozó jelenik meg, hanem egy csoportnak, egy szervezetnek a képviselője, hasonlóan
szeretnék én is egy csoportnak, egy szervezetnek, egy régiónak, mert mondhatnám azt, hogy Dunántúl régiót képviselem, meg az országot, hogy tudjunk megjelenni, csak sikerült elérni a szakmunkás képzésen, visszaállt a 3000 szakmunkás képzés, és sorolhatnak a többiek, ezt az IPOSZ-nak tudható be, és ne vegyék olyan tragédiának, amiről itt hangoskodnak, meg mondják, hogy Győrbe jön a kötelező kamarai tagság, aztán majd kívülről az ipartestület. Itt egy várható, maximum évi 5000 forint regisztrációt díj lesz. Én azt mondtam, és kérem, szíthatnak, mondhatnak rám bármi, azt az iparost, amelyeket az 5000 forint kamarai regisztráció viszi el az ipartestülettől. Megértem, ha nehéz helyzetben van, de különben a többieket nem értem meg. Ezt kimerem jelenteni, bárhol, bármilyen média előtt, egyetlen egy szolgáltatnunk kell, legyen fogadókészség, találkozzanak az érdekeink, ahogy a vállalkozásban is. Köszönöm szépen, megtaláltam. A Moson-Magyaróvár és Vidéke Ipartestület. Magyaróvár város történetében a római kortól kezdődően nem csak jelen volt, hanem kiemelkedő mértékű városépítő, szervező szerepet játszott a kézműipar és a kereskedelem. Már a céhes korszakban egyes céhek mesterei is több esetben ott voltak a város magisztrátusában, sőt egyesek bírói hivatalt is betöltöttek. A közéleti szerepvállaláson túl elődei természetes módon ott voltak a kézműipar és a kiskereskedelmet szorosan érintő szakmai területekben is. Moson vármegyében, mert 1890-es évek előtt működtek úgynevezett iparhatósági biztosok, akik elsősorban az iparos képzést felügyelték. Ilyen megbízott volt 1890 előtt Antoni Adolf, tekintélyes kereskedő és Maninger János, téglagyáros. A céhek törvényi úton történt megszüntetése után a kézműiparosok és egyéb iparüzőknek ipartársulatok alakítását javasolták, illetve írták elő. Az első körben a magyaróvári Ács, Kőműves, Molnár, Mészáros és Csizmadia ipartársulatok jelentették be a megalakulási szándékokat. Az újszeri iparos szervezet kialakulása ebben az előítéletekkel terhes helyzetben természetesen nem ment simán. Az érintettek konzervativizmusából fennálló helyzetet maga a városi magisztrátus próbálta megoldani. Akaratukat, illetve nem akarásokat kikerülve a soproni kereskedelmi és iparkamara javaslatára a századforduló táján Magyaróvár vezetése kérvényezte és kapta meg a kereskedelem és iparügyi minisztertől az ipartestület alakításának engedélyezését. Nem biztos, hogy maguk az érintett iparosok voltak a kerékkötők, hiszen a magyaróvári iparosok a győri példát látva még a mosoniak előtt már egyszer elkezdtek szervezkedni. Először 1907. decemberében vetődött fel valamiféle szervezet életre hívásának szükségessége, de ennek gondolatnak nem lett foganatja. Az ipartestület alakításának gondolata egy már létező szervezet, magyaróvári iparos és kereskedő kör választmányi gyűlésén fogalmazódott meg 1909. szeptember 10-én. A javaslattévő Ambrus Dénes cipészmester volt. Az egyhangú lelkesedéssel elfogadott javaslatot feltarolta a kör agilis elnöke, Pataki Milibár tanító, későbbi iparfelügyelő és Ruf Andor lakszerkesztő. Az ügyet messzemedően támogatta a Moson-Mervegye című helyi újság is. Az óvári iparosok csak néhány hónapnyi hezitálás után szentek el magukat a döntő lépésre, és csak 1910. január 23-ára tűzték ki az első értekezlet időpontját. A fekete sasszáló úgynevezett Széchenyi tervében megtartott ülést jegyzőkönyve szerint 74 iparos jelent meg. Itt a már említett kör vezetőségét megbízták az alapszabályok kidolgozásával és az alakuló közgyűlés előkészítésével. Az értekezleten felszólalt Pataki Vilibár iparfelügyelő, megyei hatóság képviseletében dr. Fehér Amadé szolgabíró, Hőner Béla építész, Suf Andor nyomdász lakkiadó. Az alakuló közgyűlést 1910. március 6-ára hívták össze, ugyancsak a Fekete-Sasszáló Széchenyi köré nagy termébe, amelyen majdnem teljes létszámban jelent meg az iparosság mellett,
Ott volt Őshegyi József István, Alispán, a Hegyi Miklós főszolgabíró, aki az iparhatóság akkori vezetője volt. Az alakuló közgyűlésen jelen volt Jánosi Gyula tanfelügyelő, dr. Fehér Amadé, illetve Sarzázi János albíró, Hegyi Sándor főjegyző, Jendi György aljegyző, a Mosoni Ipartestület delegációja, a kereskedő társadalom és az iparos ifjúság küldöttsége, valamint sokan a Moson-Magyaróvári. Illetve Magyaróvári és Mosoni társadalom érdeklődő tagjai közül. A közgyűlés Hegyi Miklós főszolgabíró, az iparhatóság feje vezette. Az előkészítő bizottság bemutatta a munkáját, és az alapszabály elfogadása után megválasztották az ideiglenes vezetőséget. Elnöki Akkós Gyula Molnárt, jegyzővé pedig Kruf Andort választották. Az alapszabály jóváhagyása azonban csak egy év múlva történt meg. A végleges alakuló közgyűlés 1911. február 5-ére hívta össze Pataki Vilibárt, az időközben kinevezett iparhatósági biztos. A Magyaróvári Ipartestület hivatalosan tehát csak 1911. februárjában alakult meg. Az alapszabályt 1911. március 6-án tartott alakuló közgyűlésen fogadták el, délután 4 órakor a Városházán. A következő 1912 évi közgyűlésen már teljes létszámra jelent meg az iparosság. A tagság ekkor már 117 fő számlál, amely egy évvel később 133 főre emelkedett, ugyanekkor ez a tagság már 43 tanoncot szerződtetett és 45-öt szabadított fel. A Magyaróvári Ipartestület és a kereskedőkör első véglegesen megválasztott elnöksége következő volt. Az elnöke Selmeci János, cukrászmester. Alelnök Hőner Béla, építész. A jegyzői tisztség ellátására Jenni György, községi aljegyzőt kérték fel. Az előjárósági rendes tagok lettek Ambrus Dénes, Csókai József, Ekman Ferenc, Edelics István, Blac Péter, Götz Ferenc, Brósz Gyula, Huszár István, Kis István, Klauzer József, Kondor József, König Lajos, Krausz Gábor, Móricz Gábor, ifjú Maninger János, Pingicer János, Radics József, ifjú Sorszer János, Stand József, Sós Pál, Schwarz József, Wiesler János és Winkler Ferenc. Előjárósági kottagokká választották Csókai Istvánt, Horváth Józsefet, Kis Mihályt, Kluppa Lajost, Lakner Ferencet, Milujevics Istvánt, Vőcsei Józsefet és Szempenszki Jánost. Pénztárosnak van Imrét, még a Számvizsgáló Bizottság tagjával Csiszár Józsefet, Parzer Mátyást és Molnár Vincét választották. A testület minden hónap első hétfőjén tartotta ülését, melyen a testület ügyeit és annak intézését látták el. Működésüket az első világháború idején elsősorban a vezetőség és a tagság nagy részének katonai szolgálata miatt fel kellett függeszteni. A háború utáni első 1919. február 29-i közgyűlésen az elnök beszámolt arról, hogy az óvári iparosság derékmódon vette ki a maga részét. Bevonult katonának 49 fő. Ennek következtében iparát megszüntette 23 fő. Hősi halált halt, iparos. Név szerint Köszner Ferenc szobafestő, Hofman Mátyás vásütő, ifjú Minarovszki József csizmadia, Mátyás János nemvéglős és Hutter Géza cipész. Eltűntek Mancs Mátyás cipész, Nákovic János Ács, ifjú Szalzer János cipész, és Winkler is már Ignác kelmefestő. A testület a két világháború viszonylag zavartalanul folytatta működését, pedig a 21 féle adott fizető polgárság létalapját a gazdasági válság is sújtotta. Időközben megkezdődött az különböző szakmák szakosztályi szerveződése is. Elsőként a cipész szakosztály alakult meg Ambrus Dénes vezetésével. Saját jegyzőjük Vence Gusztáv, pénztárosunk Henc József lett. Az ipartestület megalakulását követő első évtizedekben a testület tagsága már számtalan elismerésben részesült. Így az 1923 nyarán megtartott díszközgyűlésen a Magyar Iparegyesület 75 éves jubileuma alkalmával Proszonics István polgármester, mint az elsőfokú iparhatóság feje, az új magyaróvári iparág a cipőfelsörés készítés megalapozójának Smink Gergely körkereskedőnek és Wiesler János szabómesternek
és Kanka Mátyás cipészmesternek adott át kitüntető oklevelet. Ugyanezen alkalommal Vida Ödön nyomdász ezüst érdemben kitüntetését vehette át. 1927-ben Selmeci János cukrászmester, ipartestületi elnököt a kormány magas kitüntetéssel jutalmazta. A hosszú évtizedeken, 44 éven keresztül kifejtett közhasznú tevékenysége és eredményes munkával kivívott elismerést a magyar királyi kormánytanácsosi kinevezés dr. Darányi Kálmán államtitkár országgyűlési képviselőt adta le. 1930-ban már az ipartestületnek 214 mester, 154 segéd volt a tagja, és 178 tanonc képzését végezték. 1933-ban 26 rendes és 8 tagból álló vezetés Főner Béla építőmestert választotta elnökét. Az iparosszék elnöke pedig Vihart Ignác. 1937-ben újabb szervezeti változások következtek be. A Magyar Királyi Iparügyminisztérium 8285. rendeletével újraosztotta az ipartestületek működési területét. Ennek megfelelően hatáskörébe utalták Hegyeshalon és Levél, valamint korábbi mosoni területhez sorolt Moson-Szolnok község ipargyakorlóit is. Ezzel az átrendeződéssel az ipartestület is új nevet kapott, Magyaróvár és Vidéke ipartestület néven. Az új állapot szervezet új alapszabály alkotott, és időközben eltűnt Főner Béla helyett, de Antóni Bruno kereskedő személyében új elnököt is választott. Az alelnök Zöld József vendéglős és Vallis Béla műlakatos mester lettek. Magyaróvári ipartestület vezetősége 1919. év végétől a Feketesasz szálló egyik szobájában tartotta üléseit. Van Imre bérlője volt mából. A nagyobb választmányi üléseket és a közgyűléseket hol a Városházán, hol pedig valamelyik vendéglőben tartották. A székházépítés gondolata hosszú időn keresztül volt terítéken a testületben, de főleg gazdasági ok miatt sokáig késedelmet szenvedett. Felépítésének ugye akkor vált hirtelen aktuálisá, amikor 1936 nyarán ki kellett költözniük a szálló béli szobából. A március 7-i előjárossági ülésen döntöttek a Székház Létesítő Bizottság alakításáról. Az építkezés tervezett összege 7073 forint 40 fillér volt, ami az ipartestületnek rendelkezésére is állt, de az iparosság lelkes felajánlásaival megtolva még a berendezés is teljes egészében elkészült. Az 1939. június 11-én vasárnap megtartott székházban avató ünnepségre. Az ekkor a Szent Imre út 3-as száma alatt átadott ipartestületi székház 1948-ig az épület államosításáig adott otthon Moson-Magyaróvár iparosságának. 1939 nyarán történt meg a két városrész, Magyaróvár és Moson egyesítése. Ennek nyomán vetette fel a városi előjáróság a két addig különműködő ipartestület egyesülésének kérdését. A tagság szemben helyezkedett az egyesülés gondolatával, főleg motiváltak. Döntésüket az a tény, hogy a vidéki iparossággal számbeli fölénybe került volna. Kihasználva az 1949-es számú miniszteri rendeletben leírt foglaltakat, amely szerint a három lehetőség egyike biztosította az eddig működési forma fenntartását. A két ipartestület a II. Világháborút követően továbbra is külön tevékenykedett. Az irattári anyagokat, értelmezőket tartalmaznak az ipartestület háború alatti és utáni történetéről, melyek alapján kiderül, hogy az ipartestület sorsdöntő évei 1945-tel kezdődtek. A következő 46-os közgyűlésen, mert a kormányrendelettel, illetve már a kormányrendelet által előírt új választási eljárás kellett alkalmazni, az a jelölési lista szerint kellett lebonyolítani. 1947 elején az ipartestület italmérési engedélyt kért és kapott a városi hatóságtól. A társas szórakozóhely és az italmérés felügyeletére 10 tagú vagyonkezelő bizottságot neveztek ki Szabó Jenő és Kuglis Lajos vezetésével. A társas élet javításának érdekében ugyancsak ez évben további jelentős határozatot hoztak.
az iparos dalárdal létesítéséről döntöttek. A dalkori vezetését Paulus Géza karnagy vállalta, elnöke Poltizsár Gyula előjárósági tag lett. Mindezen lelkesedések ellenére az ipartestület 1947. március 6-án a helyi SZDP helyiségében, amelyik azonos volt a korábbi székházzal, ott tartotta az utolsó közgyűlését. Az akkori bizonytalan és fenyegető politikai helyzetre jellemző, a belügyminisztérium 1949-ben megtagadta a dalkör alapszabályának látomozását. Ezzel az utolsó intézkedéssel a Magyaróvár és Vidéke ipartestület tevékenysége hosszú évtizedekre megszűnt, amely csak 1990-ben mármint a Moson-Magyaróvár és Vidéke ipartestület néven illett újjá. Ennyi lenne a megemlékezés. És akkor felkérdem a Kosszágos ajánlatunkat, hogy helyezze el szalagját a zászlónkra. Köszönöm szépen, és tényleg fogadják nagy tisztelettel új az IKOSZ, de természetesen elsősorban mind a Győri Ipartestület képviseletében és a Megyei Szövetség képviseletében, és engedjék meg azt, hogy egyúttal meghívjam az elnök urat, az elnökség tagjait december 16-án tartandó Győri Ipartestületi rendezvényünkre, ahol szintén külön köszönöm Hant Istvánt, aki nagyon értelmes dolgokat mondott arra, hogy hogyan lehet közel kerülni, mint mi, egy gazdag rokonhoz, mert nagyon jól csinálja ő, mint ügyvezető igazgató, és most mint országos alelnök is, hogy nincsenek anyagi gondjai a Győri Ipartestületnek, nekünk olyan gondjaink vannak csak, hogy költségkímélő gazdálkodást kell folytatni. Pista barátom túlép már 5-6 elnököt a Győri Ipartestület élén. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól csinálja, amit csinál, és reméljük, hogy még nagyon sokáig a mi érdekünkben is, abban a szövetségben, ami a megyében van, fog dolgozni azért, hogy az IPOSZ ne szűnjön meg. Mert jelenleg úgy néz ki, hogy a csőd közeli helyzet az fennáll. Visszatérve a saját dolgainkra, az ipartestület motorja 2011 évben is, mint eddig mindig, az ipartestület szervezetnek az elnöksége volt, akik önkéntesen, térítésmentesen, aktív társadalmi munkában szervezték az ipartestület életét, és mint ahogy az elnöki beszámolóból, bár nem volt teljes, kiderül, nagyon sok mindent csinált ez a szervezet. Mivel tehát az ipartestület már az előbb mondtam, nem búskál anyagi javakban, néha a felügyelő bizottság jelenlévő tagjainak is, akik az elnökség ülésen rendszeresen részt vettek, le kellett fellegből kérni az elnökséget, mert mi most is azt tartjuk, hogy ha nincs pénzünk, akkor addig ne akarjunk 10 milliós beruházást, mert van 2 millió forintunk. Bár ez a 2 millió forint, amit elnök úr mondott, az biztos, hogy inflálódott annyit, amelyik hozzátennénk évek alatt. Tehát annyival kevesebb lett az értéke. Hát az anyagi számokat csak pár gondolatban mondanám, a elnök úr főbb számokat mondott, de én egy kicsit feljebb mennék, nem sokat mondok és nem nagyokat. Az éves bevételünk 5.300.000 forint volt, ebből a 33%, tehát 1/3 volt a tagdíj. 2/3 részt a bérlők által befizetett összeget tették ki. Ami lényeges, hogy a munkabérek, közterhek azok 2.200.000 forintot tettek ki. Ami nagyobb összeg még, az a fűtés, világítás, ez a kettő együtt 1 millió, de ebből nagyon sok visszatérül a bérlők által behasznált villamosenergia és fűtés számlákkal. Pustaköltségünk 175.000 forint volt, internet 78.000 forint a telefonnal együtt.
közös költségünk, ami a társaságba kellett fizetni, az 216 ezer forint volt jelen pillanatban. Ez annyit jelent, hogy jelen pillanatban 2 millió 150 ezer forint körül van tiszta pénzünk. Még pontosítanám, a beszámolóban a létszámunk jelen pillanatban sajnos 196 fő. Tehát nem 210 már sajnos, csak 196 fő. Mint mondtam, mindhárom tag részt vett felváltva az elnökségi üléseken a felügyelőbizottságból. Rendszeresen ellenőriztük a gazdálkodást, a költségvetési törvény szerinti elszámolást. A következőket kérni a felügyelőbizottság az elnökségtől a továbbiakban. Ha így végignézünk, garantáltan 50 fölött van az átlagjelenkor. Erre szeretném azért, mert volt egy határozat 2010-ben, amivel 50 főben határoztuk meg, hogy emelni kellene a létszámot fiatal és fiatalítani, de hogy ezt nézzük, ahogy a Hans úr mondta, hogy a fiatalok más irányba fordulnak, és nagyon nehéz őket beterelni és visszafordítani, úgy mi is azt látjuk, hogy egyre kevesebb fiatal vesz részt a mi munkánkba, a mi közösségi munkánkba, de ezeket nagyon meg kell becsülni, és szeretnénk, ha ezt úgy fordítaná az elnökség, hogy fokozzuk azt a részét, hogy a fiatal mesterek, szakmunkások, vállalkozók legyenek az ipartestület tagjai. Akkor elsőként kisipari tevékenységének 10 éves gyakorlásának alkalmával emléklap elismerésben részesítjük Bernát Tamás, közúti áruszállító, Moson-Magyaróvár. Ő nincs velünk, tehát önnek jelentődjük az elismerést. Kisipari tevékenységének 20 éves gyakorlásának alkalmából emléklap elismerésben részesítjük Nagy Zoltánné fodrászmester, és a fodrász. Külön büszkeségem, hogy tanulom volt ide. Köszönöm.
Tevékenységének 30 éves gyakorlásának alkalmából emléknap elismerésbe részesült Nagy Mihály szobafestő, mester Kuna Filipiről. Önnek el tudjuk meg az elismerést. Szintén 30 éves gyakorlása alkalmából emléknap elismerésben részesült Pap József, aki most jelenleg beteg, de itt van gyermeke, Pap László. És akkor kérem szépen a díjakát, mert bennünk a gratulálok, hogy még fiatal vagy, de 30 évesnek kinézel, hogy szintén 30 éves éveket van, hanem azt mondjuk, hogy Logis fodrászmester Lévényből. Kedves mesterről szeretnénk egyszer olyan díjat is átvenni, amikor az embernek a haja kinél olyan díjat. De ilyen nincs, ugye? Ilyen is nincs. Szolítós Mauser József, szobafestő, Mester Kossuth Jóvától. Szabados Ernő autószalon szerelőmester. Kérném szépen Korc Miklós cserépkáros mester. Miksár!
Ő az a mesterember, aki tavaly az iparosok karácsonyának a faházából készítette a kályát, ami mellett melegettünk, úgyhogy gratulálok. Légvári Zoltán Szorika, autószerelő mester. Nagy István kőfaragó mester, kérjük szépen a sorját. Ipartestület tagjainak javaslatára az ipartestület elnöksége aranykoszorús mester kitüntető címet adományoz a következő tagjainak. És most mindegyiküket föl fogom olvasni, és akkor egymás után legyenek szívesek kiadni, hogy mindenki még beleférjen. Szóval fölvétel. A Fazeka Zoltán, műszerész mester. Ferenc Pék mester. Németh Mikó színfestőmester. Pinterics Ferenc népi iparművész. Zsigó Péter szobafestőmester. Tehát ők az aranykoszorús mester kitüntetésbe részesülnek. Gyertek, mert lefagyom mindjárt. Thank you.
Thank you.